Nem panaszkodhattak a kínálatra a mátészalkai futballszurkolók, január elejétől február végéig minden hétvégén rendeznek egy tornát a Várossportcsarnokában. A sort a 250 ezer forint összdíjazású Szaltókupa Nemzetközi Öregfiúk Torna nyitotta, amelyen 22 együttes mérte összetudását. A csapatokban jó néhány korábbi válogatott, illetve élvonalbeli futballista is pályára lépett. Máté Szalka mindent támogat, ami sport. Az a lényeg, hogy mindenki mozogjon. Ugye ez most egy öreg fiúk rendezvény, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy gyakorlatilag február végéig minden hétvégén tele lesz a sportcsarnok játékosokkal, és minden generációból. Tehát itt a más korosztályból, az utánpótlás csapatoktól egészen a serdülőkig, a jövő héttel kezdődően valóban pezsegni fog a sportélet, és én azt gondolom, hogy ha télen is meg tudjuk mozgatni az embereket, az önkormányzat hathatós támogatásával, az mindenkinek jó, mindenki egészségesebb lesz, mindenki boldogabb lesz, és én azt gondolom, hogy azért vagyunk, hogy pezsgő legyen az élet Máté Szalkán. A tornán a tavalyi második helyezett FC Joró Miskolc csapata végzett az élen. A borsodi megyeszékhelyen egy évtized egyeduralkodónak számító együttes a Dentofi Debrecen és a másnaposok Máté Szalka gárdáját előzte meg. Én úgy gondolom, mindenki nagyon nehéz ellenfél volt, és nemes ellenfél volt a részünkre, bár a debreceniek, akik volt NB1-es játékosokkal, itt Madar Csaba és Rombi Tibi, Sándor Tomi, meg a számlak Erekes Zsombor nagyon-nagyon jó gárdát képeztek, de igyekeztünk helytállni, és szerintem megvertük őket a szembe 1-0-ra nagy nehezen, de tényleg nagyon jó volt, és az, hogy ők eljönnek ilyen rendezvényre, és emelik a rendezvénynek a fénypontját, az mindenféleképpen sokat jelent, és hogy megnyerhettük így is, ez meg még nagyobb öröm számunkra. A tornán külön díjakat is kiosztottak a szervezők. A gólkirályi címet a Szatmár Németi csapatában szereplő Rebega Ciprián szerezte meg, a legjobb kapusnak a debreceni Katona Gergőt, a legjobb mezőnyjátékosnak pedig a miskolci Lippai Ákos választották meg a szakemberek.